A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma az állategészségügy világába látogatunk, számos állatbetegséget érintünk, hiszen a vendégünk a stúdióban, dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, szeretettel köszöntöm. Azt gondolom, hogy kezdjük a legjobb hírrel. Mi ez a hír? Én is szeretettel köszöntök mindenkit mindenek előtt. És hát talán a legfontosabb, vagy a legjobb hír az idén az, hogy Magyarország elérte a sertéseknél a PRRS betegség mentességet, azaz ma Magyarországon nincs már fertőzött állomány, nincs fertőzött állat ezzel a betegséggel. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos gazdasági és állategészségügyi eredmény, másodszorban állategészségügyi eredmény, hiszen a betegség nagyon komoly gazdasági kártételt tud okozni. Egyes becslések szerint 2 milliárd eurós éves veszteséget okoz a sertéstartóknak a világon. És ráadásul a hazai állományok védelmével kapcsolatban a hazai piacot is tudjuk védeni, hiszen a mentesség elérésével csak mentes státuszú állatokat szabad importálni is, vagy behozni is Magyarországra. Kicsit azért szerintem nem biztos, hogy minden nézőn tisztában van azzal, hogy mi is az a PRRS. A PRRS ez a sertéseknek egy légzőszervi reprodukciós zavarokat keltő betegsége, vírusos betegsége, többféle vírus típusa, altípusa van a betegségnek, és ahogy a nevében is megtalálható, egyrészt szaporodási zavarokat, vetélést, alacsonyabb alomszámot, rossz növekedési erét okoz a malacokban, a hízóállományokban, másrészt pedig légzőszervi tüneteket okoz az állatoknál, ez szintén rontja a termelékenységet, növeli az állategészségi költséget, hiszen másodlagos bakteriális fertőzések jelennek meg az állományban, amelyeket antibiotikummal kell kezelni, és így egy ilyen összetett károkozó a betegség, annak ellenére, hogy jelentős elhullást egyébként ez a betegség nem okoz, de a gazdasági kártétele nagyon nagy, ezért fontos, hogy most mentesek vagyunk, és ezektől a hatásoktól mentesül a magyar sertéstartás. És a sertésfogyasztókra veszélyes-e ez a betegség? Ennek a betegségnek nincsen közegészségügyi vonzata, nem kerülhet át emberbe, nem is betegíti meg az embert. Kifejezetten a gazdasági, az egészséges állathoz tartozó érdek az, ami a fogyasztói érdek egyébként, hiszen nyilván mindenki abban érdekelt, hogy egészséges állatot fogyasszon el, ne pedig különböző, akár másodlagos fertőzésekkel terhelt állományból származó állatot fogyasszunk. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért is ilyen nagy fegyvertény ez a mentesítés, hiszen hát akárhogy nézzük, ez egy jó 10 éves munka eredménye. Valóban 2010-14 között zajlott az a felmérés, ami alapján elindítottuk aztán a folyamatot. Európában Magyarország az első, aki teljes mentességet ért el. Éppen a magyar eredmények miatt pont Dániában is most kezdődik egy országos mentesítési program, illetve Hollandiában vannak még próbálkozások. A magyar mentesítési programnak az volt a nagy, az új know-how-ja, hogy területi alapon, állománycserével, illetve vakcinázással egybekötött módon tudtunk fertőtleníteni, és annak ellenére, hogy nagyon szórt volt az állomány, volt olyan, ahol 57%-a volt fertőzött, olyan megye, ahol 57%-a volt az állományoknak fertőzött, volt, ahol nulla, az állattartó telepek, nagy létszámú állattartó telepeknek is közel a harmada, 30%-a volt fertőzött, és ehhez képest jutottunk el oda, hogy a évi 6-800 millió forintos állami befektetéssel mára elmondhatjuk, hogy mentessé vált az ország. Ezt néhány év alatt sikerült tulajdonképpen, 6-7 év alatt sikerült elérni magát a mentesség, mentesítési programot befejezni, elérni a mentességet. Ez mit jelentett konkrétan? Tehát a hatóság, a NÉBIH mit csinált, illetve mit csináltak a termelők? Nagyon fontos, hogy ez egy
nem is a hatóság által, állategészségügy által kezdeményezett program, hiszen ahogy említettem, a gazdasági előny jóval nagyobb, mint az állategészségügyi előny, bár állatorvosként egy nagyon szép feladat egy állományt, egy országot mentesíteni, különösen országos feladatorvosként ez egy nagyon nagy siker érzelmileg is. Rendelet szabályozta a mentesítésnek a kérdését, folyamatos vérvizsgálatokkal bizonyítottuk az állományok fertőzöttségét vagy mentességét, és attól függően, a fertőzöttség mértékétől függően a tulajdonossal megegyezve állománycsere történt, vagy vakcinázási program indult. Nagyon fontos, hogy a PRR-es mentesítésnek is az alapja ugyanaz, mint az afrikai sertéspestis védekezéssel kapcsolatban, a járványvédelem. Nagyon sok pénzt fordítottunk a járványvédelemre, PRR-es mentesítéstől függetlenül is, állami pénzt is, és nagyon sok pénzt és erőforrást, figyelmet fordítottak az állattartók is a járványvédelemre. Ezt tette lehetővé, hogy szép lassan, fokozatosan, a területi alapon az egyre tovább haladva vált mentessé az ország. Ugye idén februárban vált mentessé Csongrád és Hajdú-Bihar, két utolsó telep került kiürítésre. Innentől kezdve mondhatjuk, hogy Magyarország mentes. A nemzetközi szinten is ezt bejelentjük. 23-ban egy év mentességet kell bizonyítanunk. 2023-ban már a Nemzetközi Járványügyi Hivatal felé is jelenteni fogjuk ezt az eredményt. Ugye említette az afrikai sertéspestist, ami esetleg lehetséges-e, ugye egyelőre azt látjuk, hogy a vadállományon keresztül azért terjed keletről nyugat felé az afrikai sertéspest is. A PRR-es mentesítés gyakorlatából tudnak-e meríteni arra, hogy valahogyan megőrizzük a jelenleg még mentes megyéket az ASP-től, illetve hogy ahol fertőzött állományok vannak, azt valahogyan megoldjuk? Abszolút nagyon fontos tapasztalat a PRR-es mentesítés nem csak az állategészségügyi szakemberek számára, hanem az állattartók számára is, hogyan kell és lehet védekezni egy vírusos betegséggel szemben. Azt még talán érdemes elmondani, hogy olyan 7 milliárd forintot fordítottunk a mentesítésre, és ezzel nagyon komoly állománycserét, azaz genetikai értéket növeltünk, és nagyon komoly beruházást tudtak az állattartók megjavítani a takarmányozási rendszerekkel. Ugyanitt van az alapja az afrikai sertéspestis védekezésnek is. Tény, hogy a vadállományokban terjed a betegség nyugatról kelet irányba, bár azt is el kell mondanom, hogy 2022-ben sikerült megállítani, megfékezni ezt a terjedést a vaddisznóállományokban is, de a házi állatok védelme az afrikai sertéspestissel szemben egyedül és kizárólag a járványvédelmen múlik. Tehát aki meg tudta oldani a PRR-es mentességet, az meg fogja tudni oldani az afrikai sertéspestis védelmét is, mármint az állatok védelmét az afrikai sertéspestissel szemben. Ezért volt nagyon fontos ez a program, és nagyon fontos a fönntartása, mert hiszen afrikai sertéspestis nincs Magyarországon házi sertésállományokban, nem állapítottunk még meg ilyen járványkitörést, és ezt szeretnénk is, ha így maradna, hiszen nagyon komoly gazdasági kártételt okoz egy-egy ilyen járványkitörés. Mik is ezek a gazdasági kártételek? Mert ugye egyrészt az állományoknak a cseréje az is gondot okoz, meg ugye az is pénzbe kerül, de meg gondolom a telepeket is úgy kell átalakítani, vagy hát igazából kellett, mert hogyha a PRR-es miatt már átalakították, akkor véletlenül azok a telepek védettek már az ASP ellen is. Így van, szerencsére akár a vidékfejlesztési forrásból biztosított járványvédelmi fejlesztési keretek, akár a saját erőből hozzátett járványvédelmi keretek mindenféle betegséggel szemben védenek, nem csak a bejelentendő vagy vírusos állatbetegségekkel szemben jelentenek előnyt, hanem a sertéstartást magát gazdaságilag veszélyeztető egyéb bakteriális betegségekkel szemben is jelentenek egy magasabb szintet, egy magasabb minőségi színvonalat. Nyilvánvalóan az afrikai sertéspestis esetében a vadállományból tud befertőződni a házi sertésállomány. Nyilván a legnagyobb kockázat egyébként a kis
kis létszámú állattartóknál van, hiszen ott alacsonyabb, természeténél fogva alacsonyabb a járványvédelmi készültség. Ugye most éppen ezért ugye a nagy létszámú állományokkal a pérelésmentesítés kapcsán viszonylag egy jó színvonalat sikerült elérni a járványvédelemben, bár ez egy folyamatos munkát jelent, azt hangsúlyozni szeretném. Most a kis létszámú állattartókra szeretnénk fókuszálni, éppen ezért elrendelésre került egy elrendeltem egy cenzust is, hogy lássuk, hogy az országban hol vannak ilyen kis létszámú állatsertés telepek, és ezek gazdáinak a tájékoztatására szeretnénk nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hiszen a járványvédelem az alapvetően egy folyamatos emberi tevékenység, egy odafigyelést igénylő munka. Mire kell odafigyelni? Nagyon alapvetőek egyébként ezek a szabályok, csak hajlamosak vagyunk elfelejteni a rutinban. Ezek több évszázados állategészségi szabályok, az állomány zártsága, ugye nem szabad idegen helyről ismeretlen státuszú állatot vásárolni, nem szabad beengedni az állományba olyan személyeket, akik idegenek nem folyamatosan vannak jelen az állománynál, vagy a házban, kis létszámú állománynál is igaz. Nagyon nehéz, de nem érdemes mutogatni az állatot a szomszédnak, mert nem tudhatjuk, hogy ő hol járt előtte, és akár ezeket a vírusokat, baktériumokat a cipővel, ruhával, eszközökkel is be lehet hozni. Tehát itt elértünk a következő nagyon fontos ponthoz, az állandó takarítás, fertőtlenítés, az eszközök, a ruházat megfelelő karbantartása, tisztítása, cseréje az, ami nagyon fontos. És hát ezt követően persze az állatot takarmányozni kell, itatni kell. A takarmány az, ami nagyon nagy kockázatot jelent. Nem csak maga a takarmány, hanem a takarmány szállítás is. Ha afrikai sertéspestisről beszélünk különösen, ugye ott azért vannak szabályok, mert a vírus túl tud élni a frissen aratott gabonában, túlél akár hónapokat is. A vírus extrém példák is vannak, de nyilván ezért kell tárolni a gabonát, hogy a vírus eltűnjön belőle. Azért nem szabad zöld takarmányt etetni a sertéssel, mert hogyha ott a vaddisznó járt, akkor a vírust közvetlenül bevisszük az állatállományba. Tehát ilyen nagyon egyszerű, nagyon triviális dolgokra kell figyelni és betartani ezeket a szabályokat. Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, és akkor egy kicsit az ASP terjedésének az egyik elmélete szerint ugye nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy a vadállomány is úgy fertőződik a közvetlen kontaktuson kívül, hogy mondjuk ahogy a kutatók mondják, szegényebb országban levágnak olyan házi sertést, ami ASP-vel fertőzött volt, miután az emberre nem veszélyes a vírus, ezért csinálnak belőle például füstöltárút, és a füstöltárúval mondjuk, hogyha a szendvicset kidobják az ablakon, mert mit tudom én, megették félig, miközben utaztak keletről nyugat felé, így is terjedhet az ASP. Szóval mennyire kell ilyenekre is figyelni? Ugye nagyon fontos a takarmányozás, a normális takarmányozás mellett az is nagyon fontos, hogy illegális takarmányozást, azaz étel maradék felhasználását nem szabad a sertéseknél. Egyébként nem csak az állattartók, hanem a turisták esetében is nagyon igaz ez, igen, hogy bizony a fertőzött húsból származó hőkezeletlen termékek, kolbász, szalonna, egyéb ilyen sonka, hordozza a vírust, és ez a vírus bizony túlél. Nagyon extrém esetekben éveket tud túlélni a természeten, 2 évig fertőzőképes tud maradni egyébként a vírus. És ezért nem szabad az ilyen élelmiszereket, vagy moslékot etetni a sertéssel, disznó. Szerencsére nagy létszámú állatállományok esetében ez már nem gyakorlat, hiszen egyébként intenzív tartás esetén nem éri meg, mert nincs akkora takarmányozási értéke. Nagyon jól látszik, nem csak Magyarországon, hanem Európában, most már több országban, hogy úgy ugrál, ahogy el is hangzott a betegség, hogy emberek terjesztik.
Németországban, Bajorországban úgy jelentnek házi sertésállományban a vírus, hogy csak a lengyel-német határon van vaddisznóban. Úgy jelent meg Belgiumban, hogy nem is volt a környéken vaddisznóban vírus. Úgy jelent meg Csehországban, még így jelent meg Magyarországon is. Az első járványkitörésünk 2018-ban Heves megyében volt, akkor még ott nem volt a vaddisznóban vírus. És ezért nagyon fontos számunkra, hogy a vadászok, természetjárók is betartsák ezeket az alapvető szabályokat, illetve hát a vadászok csökkentsék az állomány, vaddisznó állomány sűrűségét, mert hát minél kevesebb esély van arra, hogy vírussal találkozzon egy állat, annál kisebb a kockázata annak, hogy pontszerűen megjelenik a betegség. Térjünk hát egy másik állatfajra, kétlábúakra, madarakra, madárinfluenza. Ugye Magyarország azon országok, azon európai országok közé tartozik, aki folyamatosan küzd a vonuló madarak miatt a madárinfluenzával. Hogy állunk, mint állunk ezzel a betegséggel? Tudom, hogy éppen most nincsen. Hál' Istennek valóban augusztus elején hivatalosan is mentessé vált az ország. Ugye június 9-én volt az utolsó madárinfluenza járványkitörés Magyarországon, Hajdú-Bihar megyében. Nem csak Magyarország, hanem az egész világ küzd a magas patogenes madárinfluenzával, egész Európa is. Folyamatosan van, jelen van most már vadmadarakban a vírus. Régen valóban azt mondtuk, hogy a vándorlás hozza a vírust, ma már ezt nem lehet sajnos ilyen egyértelműen kijelenteni. Észak-európai régióban úgy tűnik, hogy szinte hát vagy endémiássá vált, de legalábbis a helyi vadmadarak is hordozzák a vírust. És sajnos nagyon úgy tűnik, hogy ez be fog következni itthon is, Magyarországon is, a vírus hordozás az lokálissá válhat. Ezt tudományosan is igazolták, de az élet is ezt mutatja. Megnéztem, mielőtt jöttem, a mai napon Izland, Hollandia, Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország jelentett vadmadárban magas patogenitású madárinfluenza vírust, tehát folyamatosnak kell lennie a készültségünknek, és itt is a jó öreg járványvédelmet kell tudnunk említeni. Ha meg tudjuk akadályozni a vadmadár, megakadályozni nem tudjuk, de minimalizálni tudjuk a vadmadár és a házi madár közötti kontaktot, kapcsolatokat, akkor van esélyünk arra, hogy megakadályozzuk a járványkitörését. Esetleg van-e valamiféle olyan védekezési mód, ami nem jelent több százezer madárnak a levágását, mert hiszen jelen pillanatban, ugye, hogyha egy telepen kitör a madárinfluenza járvány, akkor ott az összes madarat meg kell semmisíteni. Olvasni arról, hogy esetleg vakcinával lehetne védekezni. Nagyon sokféle irányban indult el az állategészségügyi kutatás a világban, látva azt, hogy már nem 10 évenként jelenik meg a vírus, hanem szinte folyamatosan válik a világban a járványkitörés. Köztük az egyik a vakcina valóban, amelynek a használatát vizsgálja az Magyar Állategészségügy. A Magyar Állategészségügynek is vannak ilyen kezdeményezései, nagy magyar vakcinagyártó céggel, törzsliba állományt próbálunk majd vakcinázni, hogy vajon milyen egy új vakcina törzsről, hogy vajon milyen védelmi szintet tud jelenteni. Tudni kell azonban azt, hogy a vakcinázásnak nem csak és kizárólag állategészségügyi szempontjai vannak a vakcinázás használatának, hanem kifejezetten gazdasági kérdés is. A vakcinázással nem lehet megszüntetni a vírus bekerülését az állományba. Az állományt lehet vele megvédeni, és gondoljunk bele, hogy 2005-ben, amikor először megjelent nagy járványként Európában és Magyarországon is a vakcina, akkor az egy zoonotikus, emberre is veszélyes influenza törzs volt, és bizony akkor a fogyasztás, a baromfiús fogyasztás 40%-kal csökkent. A vakcina nem akadályozza meg a vírusnak a terjedését, csak megvédi az állományt. Innestől kezdve pedig, ha egy zoonotikus járvány
vírusról van szó, akkor bizony ez egy nagyon komoly közegészségügyi kérdés, hogy szabad-e eltüntetni a vírus jelenlétét a vakcinázással. Van egy közvetlen gazdasági probléma, az, hogy jelen pillanatban a nemzetközi jogszabályok alapján a legnagyobb kereskedelmi partnereink nem vásárolnak, nem fogadnak el vakcinázott, olyan országból nem fogadnak terméket, ahol van vakcinázás. Csak és kizárólag speciális esetekben szabad ma jogilag vakcinázni, gondoljunk állatkertekre, nagyon nagy értékű genetikai állományokra, amikor van lehetőségünk vakcinázni. Tehát a jelenlegi gazdasági, jogi környezetben nagyon komoly, tulajdonképpen megbénulna Magyarország baromfi exportja, hogyha most elkezdenénk vakcinázni. Én hangsúlyozom, ennek ellenére a kutatások folynak, mi is részt veszünk benne, hiszen valóban a fenntartható baromfi tartás érdekében megoldást kell találni a madárinfluenza kérdésére, de itt is a legfontosabb még mindig a járványvédelem, nem a vakcina vagy a gyógykezelés. Akkor nézzük már meg, ugye nagyon sok termelő az éppen azért lázadozik, elsősorban víziszárnyas termelő, mert hogy levágják az állományokat, hogyha megfertőződnek. Így van, sajnos a jelen pillanatban az igazgatási szabályok, illetve a teljes gazdaság védelme érdekében a fertőződött, illetve a közvetlen közelében található állományokat le kell ölnie a hatóságnak. Ezek az állományok egyébként nem mondhatjuk, hogy egészséges állományok. Az előzetesen leölt, tehát még nem beteg, nem klinikai tünetet mutató állományok közül is, 40 között is, több mint 40%-ában az állományoknak kimutatásra kerül a vírus. Tehát itt azért egy nagyon komoly felelőssége van mindenkinek, hogy lássa, hogy az állategészségügyi érdekekből történő leülés az nem egészséges állatokra irányul, hanem az egészséges állatok megvédésére irányul. És igazából a termelőkkel van a baj, mert hogy ők nem tartják olyan körülmények között. Sajnos nagyon az látszik, hogy természetesen a vírus bekerülhet teljesen zárt állományba is, kőépületbe is. De azt látjuk, hogy a kitörések 40%-a egy kilométeren belül, valamilyen vízes élőhely egy kilométeres körzetében van. Egy nagyon nagy szám. Azt is látjuk, hogy ha egyszer bekerült a vírus, akkor például a környező fóliasátras tartás szinte biztosan mindegyik megbetegszik, és aztán ott intézkednie kell az állategészségügyi hatóságnak. Azt is látjuk a elmúlt év, hát azért most nagyon komoly járványt kellett elszenvedni a termelőknek, illetve Magyarországnak. Több mint 5 millió madarat kellett leölni a tavaly télen, decemberben indult, illetve a idei tavaszi járvány során, hogy amikor egy integrációban megjelenik valamelyik telepen, szinte biztosan továbbvitel, eltúrcolják a vírust a takarmányszállítással, gépkocsival, tehát szinte biztosan megjelenik az integráció másik telepén is a járvány. Amikor több fázisú nevelés van, például libatartásban, hogy kihelyezik a napost, aztán átkerül egy másik helyre, aztán egy harmadik, aztán a tömésre, szinte biztos, hogy a vírus végigmegy ezen a láncon, tehát ismételten, jól láthatóan a járvány igazi nagy oka az ember maga és a ragályfogó tárgyak. Azt gondolom, hogy lehetne még folytatni. Gondoltam, hogy még beszéljünk a gümőkórról, ami ugye idén két helyen is megjelent a szarvasmarha, sőt, öt helyen jelent meg a szarvasmarha állományokba, de az időnk lejárt, úgyhogy én most köszönöm, és majd egy legközelebbi alkalommal beszélünk a többi betegségről. Köszönöm szépen.